A járványhelyzet miatt ezúttal a szokásosnál szűkebb körben csak a díjazottak vettek részt az idei Virágos Városunk eredményhirdetésén. Radnóti Ákos, a környezetvédelemért is felelős alpolgármester, a díjátadón elmondta, idén is népszerű volt a kezdeményezés, hiszen közel 100-an jelentkeztek a versenyre. A Covid szabályok miatt úgy döntöttünk, idén nem tartunk egy nagy ünnepséget, hanem így szűkösen a díjazottakat hívjuk el. De természetesen, hogy ezt a versenyt meghirdettük év elején, minden érintett fog kapni, vagy egy díjat, akik nem is nyerték el a fődíjakat. Én nagyon örülök annak, hogy ebben az évben is közel 100-an voltak úgy Győr városában, hogy pályáznak ezen a környezetszépítő pályázaton, hiszen évek óta ez sikerrel fut. Ebben az évben talán pont a Covid események miatt kicsit többen tudtak otthon is kertészkedni, vagy a környezetüket szépíteni. Ezt mindenképpen úgy gondoltuk, hogy idén is fontos díjazni és díjakat ezért átadni, és azt gondolom, hogy a komoly díjakért érdemes is volt versenyezni. Az alpolgármester kiemelte, az idén megalakult környezetvédelmi bizottságban is az egészséges, szép és növényekkel tarkított környezet megteremtése és fenntartása érdekében indult meg az intenzív munka. A dr. Dézsi Csaba András polgármester úr vezetésével egy intenzív munka indult meg a város területén, a zöld területeket érintve. Ezt gondolom önök is tapasztalták, hiszen egyrészt létrejött környezetvédelmi bizottság, engem is megbízott alpolgármesterként a környezetvédelmi ügyek kezelésével, illetve elindult nagyon sok olyan folyamat, mint a Marcalvárosi kiserdő megvédése, a püspökerdő védetté nyilvánítása, a favizsgálatok elindítása egy FAKOP nevezetű eszközzel. Ugye a jól megszokott dolgok, amire céloztam, hogy 1000 nyári palántát ültettünk el, az öntözőrendszereket bővítettük a városunkban, tehát azt gondolom, hogy nagyon szép környezetet sikerült kialakítani idén, és hát szeretnénk nyilván ezt a jövőben is folytatni. A Virágos Városunk Győr helyi környezetszépítő versenyre magánszemélyek, lakóközösségek és üzletek jelentkezhettek. A különböző kategóriák első 3 helyezettjei vásárlási utalványban és oklevélben részesültek, valamint a Virágos Városunk Győr 2020 tábla kihelyezésére is jogosultak. Radnóti Ákos az ünnepségen kiemelte, a lakosság is sokat tett azért, hogy szép környezetben éljen. Én arra biztatom önöket, hogy a jövőre nézve is figyeljenek oda a környezetre, óvják, hogy szépítsék, hiszen sokszor jön a kritika a város felé, a városvezetés felé, és hogy mennyi mindent kellene megcsinálni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon sokat tehet az is, aki a lakókörnyezetért tesz valamit, hiszen nem lehet teljes egészében elvárni mindent, ugye a közterületekért felelünk. Nagyon sokszor ugye jön a kritika, hogy a magánterületeken is avatkozzunk be, hát azért mindenkinek a kertjébe nem szeretnénk bemenni, mindenki azt maga tudja, hogy szeretné gondozni. De az önök munkája is nagyon sokat tett azért, hogy egy szép városkép legyen idén városunkban. A város a hagyományokhoz híven minden pályázónak emléklappal köszönte meg a versenyben való részvételt.